Nagybányok polgármestere Bartucz Máté elmondta, az eseményen idén a hagyományokhoz próbáltak visszanyúlni. Szeretünk volna egy olyan majális rendezni, ami visszaidézi a régi múltat, egy igazi retro majálist, gyermekprogramokkal, felnőtt programokkal, gyerekeknek vannak sportversenyek, csapatversenyek, egyéni versenyek, a felnőtteknek főző, nem is verseny, de egy ilyen közös főzőcske, vannak felnőtt programok is, mint sörivó verseny, feleségcipelő verseny, úgyhogy egy ilyen elég komplex programot tudtunk idén összerakni. A versenyeken nagy elánnal vettek részt a helyiek, a feleségcipelőn a polgármester győzedelmeskedett. Szerencsére nagyon sokan eljöttek, ugye az egyesületekük föl voltak kérve, hogy jöjjenek főzőversenyre, mindenki elfogadta a meghívást, ezen felül még baráti társaságok is jelentkeztek. Az önkormányzat minden csapatnak biztosított 5 kg sertéshúst, amiből bármilyen ételt elkészíthettek. Verseny nem lesz, de mindenki fog kapni egy oklevelet, hogy köszönjük, hogy megjelentek a programunkon. Rengetegen, több mint 300-an részt vettek a főzőcskébe, és a további látogató is több száz fő, tehát egy 500 fős rendezvénnyel számolunk. Nem csak a főzőcske volt népszerű, a gyerekeknek olyan érdekességekkel készültek, mint a cukorágyú és a habparti. A háttérben láthatjuk ezt a középkori küzdősportot, ez soft buhurtnak mondják, ez egy feltörekvő küzdősport. Szomszéd településen van egy ilyen egyesület, nemrégiben a sportcsarnokunkban volt egy nemzetközi verseny ebből a sportból, és megkértük őket, hogy jöjjenek ide hozzánk is egy bemutatót tartani. Örömmel elfogadták a meghívást, ezen kívül ijászkodni is fognak, bemutatókat tartanak, és az érdeklődők is beöltözhetnek és kipróbálhatják ezt a sportot. Nagybajer Antal Nagymányokon él, úgy véli, hogy az önkormányzatnak sikerült a közösséget összefogni, amire az utóbbi években nem volt példa. A mai rendezvény szerintem kimondottan jól sikerült, tehát az előző évjekhez összehasonlítva. Az önkormányzat, illetőleg sok civil egyesület képviselője jelent meg. Rendkívül színvonalas programot alakította ki. Ebben hozzátartozik tehát a civil szervezeteknek a főzése, sörívó verseny, egyéb felnőtt és gyerekjátékok, későbbiekben habpartinak a szervezése. A nagymányokiak nagy kreativitással és összefogással szervezték meg a majálisukat, ami kiemelkedett a rendezvények soraiból.